Üdvözlöm, Parajd István vagyok, és úgy gondolom, hogy ma egy nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, magáról a vállalkozásról. Azt gondolom, hogy olyan hamis elvárások vannak a legtöbb ügyfelemnél, amin így teljesen meglepődök, és nem is értem, hogy hova tegyem. Mintha nem is vállalkozók lennének, pedig azok egyébként. És beszéljünk egy picit, hogy hogyan tud működni egy vállalkozás. Egyáltalán otthon, például Magyarországon hogyan működik egy vállalkozás, vagy az önvállalkozás hogyan működik, vagy hogyan kezdte. Nyilván volt egy olyan időszak, ez a 90-es évek egészen 2000-ig, 2005-ig, 2006-ig talán, amikor bárki csinálhatott egy vállalkozást, viszonylag meg lehetett élni bármilyen ügyetlen vállalkozásnak, vagy vállalkozónak is, de ez valójában nem egy normális környezet volt, ez egy talán egy kicsit túlfűtött környezet volt, ahol bárki el tudott indulni. Csinált egy, azt hiszem, GMK-t, vagy nem is tudom, hogy hívták, egy valamilyen kis, kiléptek egy páran, bedolgoztak az anyacégnek, és mindez így működött, mert kis pénzt lehetett keresni. De ma már megváltott a környezet, és ma már kemény piaci környezet van, sőt, azon túlmutató környezet van Magyarországon, de mondjuk itt Ausztriában is normális piaci környezet van, ahol alakulnak cégek, tönkre mennek cégek. Van egy ilyen statisztika, nem tudom, hallott-e már, hogy ez Amerikában is igaz, Magyarországon szerintem ugyanúgy igaz, de Ausztriában is igaz, hogy körülbelül 2-3-4 év alatt az újonnan alakult cégeknek körülbelül a 60-70%-a, lehet, hogy 80 is tönkre megy, megszűnik, abba hagyja, feladja. És ennek érdemes megnézni egyáltalán az okát. Az egyik oka legtöbbször az, hogy nincsenek felkészülve. Tehát a felkészülés alatt azt értem, amit én mondjuk a szálloda területén és panzió területén nagyon sokat segítek az ügyfeleknek, hogy nincsenek fölkészülve a vállalkozásra. Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül vendéglátó területen szállodamenedzseri diplomát kell szerezniük, erről szó nincsen, egyszerűen fel kell készülni. Ebben a felkészülésben szoktam is segíteni, nyilván az ingyenes videókon túl, konkrétan a cég esetén, tehát az adott szálloda vagy panzió esetén, konkrét segítséggel, akár üzleti terv és hasonló konkrétumokkal. De erre pénzt, időt és energiát kell szánni. Tehát ön ezt megspórolja, és azt gondolja, hogy majd kinézek olcsón valami klassz szállodát, és lehetőleg ingatlanos megkerülése nélkül, hogy azt se kerüljön pénzbe, megveszem, és falnak megy, akkor ne csodálkozzon. Tehát nemrég hívott fel egy hölgy, akiről már régen hallottam, és lehet, hogy már ön is találkozott vele, Mária Celben szeretne eladni egy vendégházat. És döbbenet, hogy először azt gondoltam, mert azért találkoztam ilyennel, hogy van engedélye, ugye? Mármint, hogy van engedélye, ezt mondja, de valójában nincsen. Találkoztam már sok ilyennel, és elkezdtem egy pár kérdést föltenni, és kiderült, hogy valóban nincs engedélye, de nem az az eset van, hogy engem akar átverni, vagy a vevőt akarja átvenni, hanem nagy valóséggel totál tudatlanságban van. Egyáltalán milyen engedélynek kéne lenni? Ez volt számomra a dupla megdöbbenés az egészben. És hát igazából sajnáltam a hölgyet, mert beruháztak, csináltak valamit, ami konkrétumok nélkül nem akarnék belevenni, de az a lényeg, hogy beletettek sok pénzt, szeretnének kimászni, nyakunkon a bank, tele vannak más adósságokkal, de valójában csináltak valamit, aminek nincs engedélyt, nem eladható. Nem lehet vele mit csinálni, amellett, hogy nyilván a valós piaci árnak a dupláját kínálja, tehát nyilván ez egy hamis irány. De hogy visszatérjek ide, föl kell készülni, és hogyha ön erre sajnálja a pénzt és energiát, akkor ezt többször fogja tőlem hallani, akkor beárazza ön a saját értékét, a saját jövőjének az értékét. Ha azt mondja, hogy nekem nem ér meg ez 1-2000 eurót, hogy biztosra menjek, akkor ennek a jövőre nem ér meg 1-2000 eurót. Tehát gondolkozzon el rajta, hogy mi az, ami megéri, mi az, ami nem. Tehát én nem is értem időnként. Persze nyilván én másképp állok hozzá, mert nekem volt már eddig 6-8 vállalkozás, amik sikeresen működtek. Volt 1-2, ahol persze a társam lenyúlt a 15-20 milliókat, és bedöntötte a céget, és eltűnt a pénzzel. De hát Istenem, az ember megy tovább. Úgyhogy az egyik fontos dolog, hogy kell egy megfelelő tőke. Tehát amikor ön nekiáll, és már felkészült, akkor legyen a második pont. Második pontként kell egy megfelelő tőke. Nem csak az, hogy megvegyek egy szállodát, hanem kell arra is, hogy elindítsam, és kell arra is, hogy egy vagy két évig akár a banknak megfelelő terheket, ez mondjuk egy 2-300 000 hitelnél mondjuk 20 000 euró, letegyem egy számlára, és biztosan tudjam, hogy ez ne nyomasszon engem, és tudjak dolgozni a vállalkozáson. Tudjak dolgozni a felfejlesztésén. Mert az egy naív gondolat, hogyha valaki fogja magát és elmegy,
és vesz egy szállodát, az 3 hónap múlva ontja magából a pénzt, és olyan nyeresége lesz, hogy ha-ha, 10% fölötti hozam. Gondolkozzunk már el 3 hónapról, ha ön fölvesz egy munkatársat, 3 hónap alatt abba a munkakörbe nem tanul be tökéletesen, amit egy mellette ülő kollega már 10 éve csinál. Tehát ő nem gondolja, hogy de egyébként én otthoni vállalkozásban szoktam megnézni, nekem az internetes cégemben kellett kb. 5 évet beletennem munkát, és folyamatosan pénzt, hogy megforduljon, és hozza a pénzt. Ugyanez az irodaházas projektunkban, mindenben ez volt. És akkor találkozom ügyfelekkel, akik eljönnek egy, az ő elmondások szerint egy csődbe menő diktatúrából, ahol a saját cégüknek semmi jövője nincs, és olyan elvárásaik vannak, hogy azonnal működő, azonnal király jövedelmet teremtő céget akarnak. Hát mondom, ilyen a mesében nincs. Hát ez hihetetlen. Úgyhogy először is felkészülés, másodszor is kellő tőke. Ezért mondom azt legtöbb videómban, hogy ne az egész pénzzel, ami tőke rendelkezésre áll, sőt még arra, ami nem áll rendelkezésre, meg el kell adnom, ami telket, meg majd a szomszéd segít, meg egyebek. Ne az egész pénzt fektesse be egy ingatlanba, amire még rá is kell költeni, mert ugye olcsó romot akar, hogy majd ő felújít, csak arra nem hagy pénzt. Tehát gondolkozzon el, készüljön föl, csináljon üzleti tervet, legyen pénzügyi tartaléka. És a harmadik dolog, hogy legyen kitartása. Tehát ezt talán már elmondtam egy videóban, de azt gondolom, hogy nekem meghatározó az. Egy író mondta azt, konkrét nevek nélkül most nem, mert Magyarországon mindenkit politikához kötnek, úgyhogy katasztrófa a helyzet. De ő mondta azt, hogy 17 évig írt könyv darabokat, színdarabokat, úgyhogy tudta, hogy nem adják elő. Tehát önnek lehet, hogy 1-2 szezont kell végigvinnie, hogy lássa és megérezze, hogy hogyan tudja jól működtetni. Ön azt várja, hogy kijön ide, nem tudom én, április közepén, és egyből 3 hónapon belül itt megveszi az új autóját, akkor ezt felejts el. Azt szokták mondani, egy majorkai barátom mondta, hogy ön szeretne egy kis vagyont szerezni Majorkán, akkor induljon egy nagy vagyonnal el. Úgyhogy, tehát én vállalkozásokról beszélek, a vállalkozásoknak van egy felfutása, van egy működése, van egy beletanulása, ezt el kell fogadni. Ha ezt nem fogadja el, akkor el kell menni dolgozni. Ez nem lekicsinlés, vagy bántás akar lenni, tényleg így van. Marha jól lehet itt keresni. Fantasztikus módon lehet keresni. Persze az ember keményen kell, hogy dolgozzon, sokkal hatékonyabban kell, hogy dolgozzon, mint Magyarországon. Döbbenetes egyébként, hogy sokszor a rossz hatékonyság miatt a magyar munkaerő drágább, mint az osztrák. Mert az, amit dolgozik, az valahogy keményebben vagy hatékonyabban csinálja. Nagyon érdekes. És hát a negyedik dolog a kitartáson kívül talán hasonlít ahhoz, az elkötelezettség. Tehát sokszor látom, hogy emberek jönnek, és nem vállalkozók, hanem próbálkozók. Tehát megpróbálják, meglátjuk, hát ha... És akkor vannak ilyen mondataik a fejükben, hogy hát ha nem sikerül, akkor bérbe, ha nem működik, akkor bérbe adom meg, ha nem működik... Micsoda, hogy nem működik? Hát egy vállalkozást elkezdek, azt vagy szívvel, lélekkel csinálom, vagy nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne próbálkozó legyen. Persze megteheti azt, mint a történelemben megtették, hogy fölégetik maguk mögött a hidakat, vagy a hajókat, amivel menekülni lehetne. De gondolkozzon el azon, hogy egy vállalkozás az olyan dolog, amiben nem lehet kétség. Ha ennek fejében van egy olyan kétség, hogy de mi van, ha ez vagy az nem sikerül, akkor el se induljon. Tehát én nekem olyan vállalkozásom voltak mindig, hogy a falon átmentem érte. És azt szokták mondani, hogy be kell menni minden ajtón, és ha nincs ajtó, csinálsz egyet, és bemész. Szóval én így állok hozzá. Persze nem biztos, hogy mindenki így áll hozzá, de ő föl tudja annyira pumpálni magát, és most otthon, ahogy hallom, a gazdaság, a politika, meg a környezet, igen sokat segít abban, hogy az ember fölpumpálja magát adrenalinnal, akkor mi segítünk? De ezt a 4 dolgot ne felejts el. Legyen elég tartalék tőkéje, legyen elég energiája, kitartása, készüljön föl, és végül belsőleg dönts el, hogy mit akar. Ebben nagyon szépen segítünk. De ne próbálkozó legyen, hanem vállalkozó. És elnézést, hogy egy kicsit kemény hang volt ez a videó, de én azt gondolom, hogy akiknek kell, az ez segít. Akiket ez fölháborít, kapcsolja ki. Nem kell többet megnéznie, mert nem lesz soha vállalkozó. Úgyhogy a sikerhez kitartást kívánok önnek, mert azt mondom, az a legfontosabb. Szép napot kívánok, és találkozunk egyszer Muróban, vagy a nyelviskolában, vagy a vállalkozásfejlesztési központban,
Vagy nézzük meg egy szállodát, amiben boldogan élhet egészségben. Szép napot!